Dánielné Kacsó Andreával, a Szent Pál Marista Általános Iskola igazgatójával arról beszélgettünk, hogyan indult újra az élet az intézményben, miután Magyarország kormánya június 2-ától lehetővé tette azt, hogy az oktatási intézmények kapui bizonyos foglalkozásokra megnyithassanak. Mint megtudtuk, kis csoportos formában zajlik az oktatás az intézményben. Két csoportban zajlanak a foglalkozások 9 órától 12 óráig. A jelen állapotban a laptopot kapott gyerekeink járnak be tanulni kiscsoportos formában, hisz az internetet mi tudjuk biztosítani a laptopokhoz, és két csoportban dolgoznak nálunk nap mint nap 9-től 12 óráig. A 220/2020-as kormányrendelet alapján június 2-től 15-ig tanulói felügyeletet biztosítunk igény szerint tanulóink számára, és 16-től 26-ig nyilván a járványügyi szabályokhoz alkalmazkodva még mindig táborformájában szeretnénk a felügyeletet biztosítani azoknak a gyermekeknek, akiknek a szülei dolgoznak, vagy egyéb ok miatt szeretnék, hogy a gyermekek felügyelet alatt legyenek napközben. A táborunk központi témája egy nagyon kedves és nagyon ügyes munkaközösségvezető Noémi javaslatára az egészség körül fog forogni. Most nagyon időszerű ez a kérdés, úgyhogy mindent erre fogunk fölépíteni, hogy még inkább frissítsük a gyerekekben ennek tudatosságát, hogy vigyázni kell az egészségünkre. A felügyelettel kapcsolatban, tehát június 2-től 15-ig járnak majd be a gyerekeink. A szülőkhöz eljutattuk a tájékoztatókat a gyerekek tanulmányi helyzetével kapcsolatban is, hogyan állnak a gyermekeik, hogy úgy tudjanak mérlegelni, hogy olyan lehetőségeket, amik most adottak ki, tudjanak használni abban az esetben, ha szükség van rá. Hál' Istennek el is fogadták a mi javaslatainkat, úgyhogy többségében, akik felzárkóztatásra szorulnak, gyermekeink jöttek a szülők és kérték, igényelték ezt a lehetőséget. Illetve volt olyan szülőnk, aki amiatt, hogy dolgozik, kérte, hogy akár 4 óráig is itt maradhasson a gyermeke, nyilván ezt is biztosítjuk számára. Ebédet is biztosítunk a gyermekeknek, főleg azoknak, akik itt vannak, és még kétféleképpen oldjuk meg, tehát akik 4-ig maradnak, ők itt ebédelnek nálunk, akik viszont csak felzárkóztatóra érkeznek, és nem kértek felügyeletet, ők délben viszik haza magukkal az ebédet, és otthon tudnak majd akkor megebédelni. A ballagás zárt körben fog megvalósulni az iskola közösségi termében. Természetesen a megfelelő járványügyi szabályok betartása mellett. Minden végzős két fő vendéget hozhat magával. A ballagást zárt körben szervezzük, van egy nagyon jó közösségi termünk. A 8-osaink nincsenek sokan, 20 fő. Ezért meg tudjuk oldani azt, hogy mindenki két főt hoz magával, hogy ne... Tehát ők is részesülhessenek ebben a lehetőségben. Azért fontos dolog egy ballagás. Nem szeretnénk őket megfosztani ettől az élménytől. Tehát mindenki két főt hoz magával, a közösségi teremben úgy helyezzük el a székeket, hogy a családok ülnek egymás mellett, és betartva a szabályokat távolabb helyezzük a családokat egymástól. Az iskolánk gyermekei nem vesznek most részt a ballagáson, csak a ballagó 8-osaink. A tanévzáróval kapcsolatban mindenkinek időzített formában, meghívóval fogjuk küldeni, évzáró ünnepséget nem tartunk, de osztályonként várjuk majd a gyerekeket adott időpontban a tanítónénihez kisebb csoportban, hogy le tudják zárni ők is úgy az évet, hogy nyugodtan, tisztában legyenek az éves munkájukkal, ezt a tanítónéni tudja nekik közvetíteni, meg hát szeretnénk megjutalmazni azokat, akik egész végig nagyon szépen dolgoztak, még ebben a nehéz időszakban is, a távoktatás időszakában, és akkor az okleveleket és díjakat pedig én szeretném átadni a gyerekeknek.